Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy érdekes témával, témázással fogunk foglalkozni, a flat csomagok témázásával. Gyakorlatilag elmondható, hogy a flatpack csomagok azok felveszik azt a beállítást, ami központilag a rendszer szinten megvan adva abban az esetben, hogyha flat csomagként a téma, illetve ikonkészletet telepíted. Hogyha ez neked idegen, akkor olvasd el a belinkelt cikkemet, ott megnézheted, hogyan kell egy flatpack csomaghoz a téma készletet, az ikon készletet telepíteni. Kiválasztod azt, ami kell, tehát a megfelelő módszerrel kiválasztod, amit te rendszer szinten beállítottál, telepíted, és a flat csomagot újraindítod, tehát a programot újraindítod, az esetek 90-95%-ában felveszi a rendszerbe állított színezéket, kinézetet, ikonkészletet. Ezzel nincs is gond. De ahogy látjátok, itt három darab flat csomag van megnyitva, flat csomagba felrakott program, így pontosabb, de sokkal hosszabb így kimondani, és az egyik nem úgy néz ki, mint a többi. Azaz, ezzel valamit kezdeni kell. Ahhoz, hogy te valamit kezdjél, a lent belinkelt cikket elolvasva láthatod, hogy van terminálos megoldás is, nyilvánvalóan a terminálos megoldás nem mindenkinek áll kézre, ezért sokan úgy gondolták, hogy érdemes lenne egy programot csinálni, több ilyen beállogató program van, de én úgy gondolom, hogy a látható flat se áll programot telepíts. Ezt feltelepíted, ez beállogatja az összes olyan jogosultságot, illetve kinézetet, mert mi csak a kinézethez fogunk hozzányúlni, ami számunkra fontos. Egy kis elméleti alapozó, a flat csomagok egy homokozónak nevezett akármibe futnak, ez egy zárt környezet, ők nem látják azokat a témákat, amit te másképp telepítettél, mert őnekik nincs jogosultságuk belenézni a legtöbb esetben az olyan dolgokba, ami rendszer szintű, és általában a rootnak, az emelt jogú emberkének van hozzáférése, tehát ezek nekik le vannak tiltva. Kettő, az ő saját elgondolások szerint azokat a témákat kell ismerni, amiket te, mint flatpack csomag telepítettél. Ez az esetek 99%-ába, akárhány százalékába jól működik, de van, amikor nem. Na hát akkor milyen feladatunk van? Meg kell mondani, hogy hol van a téma, és meg kell mondani, hogy milyen témát szeretnénk használni. Nyilvánvalóan első körben a témákat telepíteni kell. Én Linux mint Cinnamon alatt vagyok, így az alatt fogom megmutatni. Nézzük is meg, hogyan telepíted saját magad könyvtárába, hogy hozzáférjen a flat csomag, mert hiszen rendszer szintű cuccokhoz ő nem nagyon fér hozzá, hozzáférjen ezekhez a témákhoz. Első körben kettő darab könyvtár ismeretére lesz szükségünk. Hol vannak a rendszer szintű témák, amihez a flat csomag nem fér hozzá? Hát természetesen, ahogy lehet látni, az OSR, tehát a fő könyvtár, gyökér könyvtár, OSR, share, téma. Hát nyilvánvalóan a téma könyvtárba fog bent lenni, megjegyzed ez, és belépsz. Én megjelöltem az egyszerűség kedvéért, látható rengeteg téma van. Oké, ez a rendszer szintű, az én megfelelő téma könyvtáram hol van? Hol van a saját könyvtárba, a home könyvtárba, téma könyvtár, amivel be tudunk lépni, az ikonok pontosan ugyanígy működnek, csak icons a könyvtár neve, azaz a saját könyvtáromba egy rejtett könyvtár van, a rejtett könyvtárokat általában az Alt-H vagy akármilyen billentyűgombinációval tudod előkeresni, a rejtett könyvtárok, rejtett fájlok megjelenítése eltérhet a fájlkezelőknél, tehát gyakorlatilag a rejtett könyvtárat előhozod. Következő gondolat, kijelöljük az összes olyan témacsomagot, ami rendszer szintű, vagy azt, amit te szeretnél használni, de én az egyszerűség kedvéért a jövőben nézve, hogy esetleg változtatni akarok rajta, állogatni szeretnék, vagy egyéb, átmásoljuk a saját könyvtárunkba. Ez hogyan működik, az természetesen használt fájlkezelő szerint fog működni, igazából nem egy nagy dolog, innéd oda átmásoljuk, én az összeset átmásoltam. Ha olyat szeretnél használni, ami nincs telepítve, mert te esetleg a flatpack csomagnak, flatpack programnak más kinézetet vagy más ikont szeretnél adni, az a te dolgot telepíted, ahogy kell, lényeg az, hogy a saját könyvtár téma alkönyvtárában legyen, ami egy rejtett könyvtár,
mert ezt fogjuk beállítani. A következő lépés az, hogy ezt be fogjuk csukni, és elindítjuk természetesen telepítés után a Flat Shell programot. Ez nagyon egyszerű kis programocska, elég érdekes, hogy a beállító program nem veszi fel az általunk elgondolt, globálisan megadott kinézetet. Hát bizony, kinagyítottam, nézzük meg a beállítások. Beállításokhoz nem nyúlunk, van dokumentáció, igazából el lehet olvasni számomra, számunkra jelenleg ez nem érdekes, billentyűparancsok nem érdekesek, meg lehet nézni, de gyakorlatilag nem fogunk billentyűparancssal dolgozni. Illetve meg kell nézni, hogy kettőfajta kategória van, ami itt eléggé egybemosódik. Van a minden alkalmazás globálisan megadható beállítása, illetve egyedileg rámehetünk egy-egy programra. Az, hogy te melyiket választod, ha globálisan adod meg, akkor minden flat csomagra érvényes lesz, hogyha egyet-egyet adsz meg, vagy egyesével adod meg minden programra, akkor természetesen az adott beállítás az adott programra lesz érdekes. Előtte nézzük meg, hogy mi van itt, hogy minden alkalmazás. Rákattintottam a minden alkalmazásra, és számomra egy nagyon érdekes könyvtárat fog itt kérni, azaz elmondja, hogy a home, tehát a saját könyvtáramba a Laci alkönyvtár, az én saját könyvtáram, a pont lokál rejtett könyvtárba van olyan, hogy Share, Flatpak, Override. Ez azt jelenti, hogy ebbe a könyvtárba fogja ő beirogatni a változtatásokat. Én úgy gondolom, hogyha előtte a lent belinkelt cikk alapján elkezdtél variálni, irogatni, tenni, venni, akármit, menj be ebbe a könyvtárba és törölj ki mindent. Ez a legbiztosabb. Azért, mert hogyha én szeretnék valamit beállítani, akkor egyfajtaként szeretném beállítani, azaz értsük azt, hogy egy programmal. Olyat ne csináljatok, csinálhatok természetesen, csak esetleg ütközhet a beállítás, hogy grafikusan, terminálba, meg az adott könyvtárban lévő fájlok átszerkesztésével próbálkoztok, működni fog. Az esetek 80-90%-ában nem szokott ez gondot okozni, maximum előfordul az, hogy valaminek a színezéke, ikonkészlete nem változik, mert ott valami be van állítva, itt állítasz, ott állítasz, nem jó. Töröljük ki az összes beállítófájt ebbe a könyvtárba, ha van. Természetesen. Ha most kezdesz el beállogatásokat csinálni, akkor természetesen nem kell ezt megcsinálni. Arra megint felhívom a figyelmet, meg szerintem még többször is, hogyha egy programon belül van témázási lehetőség, kinézet, működés, egyéb beállítások között, van ilyen beállítás, hogy például sötét témát használjon, vagy akármilyen témát használjon, akkor nem tudod itt átállítani, mert a saját beállításait, amit a programba adsz meg, azt fogja fontosnak, főnek és követendőnek tenni. Azaz előfordulhat, hogy egy programba te beállítottad, itt át akarod állítani, nem működik, bemész a programba, átállítod. Vannak ilyen beállítások, legalábbis a legtöbbe, hogy rendszer szín, vagy rendszer téma, rendszer ikonok használata, valami ilyesmi, arra állítod, és akkor automatikusan, hát reményeink szerint felveszi az itt beállított témát, illetve ikonkészletet. Következő döntés, mindegyikre egyformát akarsz beállítani, vagy egyhez-egyhez szeretnél valamit állogatni. Nyilvánvalóan bemutatási szándékkal az adott program színezékét, kinézetét, témázását fogjuk megváltoztatni, kiválasztjuk azt a programot. Egy pici kitérő. Előfordul, főleg velem, hogy állandóan telepítek programot, kipróbálom és elfelejtem letörölni. Most oldalt megnézhetem azokat a programokat, amik nem kellenek, és természetesen a szoftver kezelőben terminálos módszerrel el tudom távolítani. Oké, ez csak kitérő volt, arra is jó, hogyha megnézzük ezzel a programmal, milyen flat csomagok vannak fent, és azok melyen a része nem kell. Soha nem is használtam, nem is érdekel, csak kipróbáltam, ott maradt, felkiáltású csomagokat így menet közben ki lehet végezni, ki lehet törölni. Oké, bejelöljük az, ami kell, nyilvánvalóan egy alaphelyzetbe hozzuk, minden beállítás visszaugrik az alaphelyzetre, ezt nem muszáj megtenni, de én úgy gondolom, hogy alaphelyzetre hozom, és akkor az összes eddigi beállogatás, ami esetlegesen nem volt jó, az eltűnik. Ha most használod először, ezt nem kell megtenni. Oké, megyünk tovább lefele. Ezeket az el-visszakapcsolókat nem piszkálgatjuk, jó?
elfelejtjük. Olyan, hogy minden felhasználói fájlhoz, minden rendszerkonfigurációhoz, egyébhez, host fájlhoz ne férjen hozzá, ha nincs rá szükségünk. Oké? Okay? Tehát, hogyha nem tudod, hogy mit jelent ez, elolvasod a leírás, ha esetleg érdekel, hogy mit jelent ez, mit változtat, mit engedélyzel, mit tiltasz le, akkor nem nyúlsz hozzá. Ez az én saját elképzelésem a rendszerről, nem piszkáljuk, amihez nem értünk. Oké, megyünk lefele, és itt van egy ilyen felirat, a védőfalban elérhető eszközök felsorolása. A védőfal az, ami a homokozómat, a saját teremet, az adott program terét körbeveszi, na hát ezen egy kitekintést fogunk megadni. Hova? Oda, ahova kell. Ahhoz a kettő darab könyvtárhoz, ami nekünk fontos. Természetesen először megadhatjuk az ikon könyvtárat, ez bizony a hullámjel a home könyvtáramat jelzi, per pont és ikon megadjuk, kikattintunk belőle, oké, nem lett itt semmi olyan felkiáltó jel, ilyen sárga téglalapban megjelenik, hogyha valami hülyeséget írok bele, és utána megint nyitok egy újabb fakkot, és ide adok még egy könyvtárat, az előbb megbeszélt téma könyvtárat. A téma és az ikonbeállítás totál ugyanúgy működik, csak nyilván a témák a témába, az ikonok az ikonkönyvtárban vannak. Megadtam ezt a kettőt, megint kikattintok belőle. Biztos, ami biztos, esetleg elírtam. Nem szoktam elírni, mert én másolok mindent. Oké, megvan, megadtuk azt, hogy hát bizony te légy szíves ismerni, és elérheted ezt az ikon, illetve témakönyvtárat. Szuper, elérheted. Na hát eléggé furi a dolog, nem fogja ő szépen betallózni és felvenni azt a kinézetet, ami ottan benne lévő ikon vagy témakészlet, hanem mit kell tenni, meg kell neki mondani, melyik témát lehet használni, melyik témát szeretnénk használni. Ez egy környezeti változó. Környezeti változó az, a változók olyanok, hogy van egy meghatározott dolog, például a téma. Tehát a GTK téma az egy olyan dolog, ami mindegyikben bent van, de annak kell egy értéket adni, megadjuk az értéket, melyik téma készletet használja, hol kell megadni a környezeti változóknál. Itt rákattintunk és beírjuk azt, hogy GTK téma egyenlő az adott téma készletet. Nagybetű, aláhúzás egyenlő, az egyenlőség jelet megpróbáljuk úgy beírni, hogy se előtte, se utána ne legyen space, üres hely, és a téma nevét egyszerűen beírjuk pontosan. Na hát, a pontosság arról működik, hogy én innét kikattintok, és ez biztos jó, nem írta ki, hogy probléma van vele, a pontosság úgy működik, hogy vagy megnézed a téma nevét, hol nézed meg a téma nevét, természetesen az, hogy rendszer szinten mit használsz, azt te tudod. Én úgy szoktam ezt megnézni, hogy ide megyek, bemegyek a téma könyvtáromba, a téma könyvtárba, ha a mind kötőjel dark témát szeretném használni, akkor oda megyek, kijelölöm, és az átnevezést elindítom, ez általában az F2-es gombbal van, kivágom, és utána beillesztem. Tehát ilyenkor nincs elírás, kötőjel Y, dark, kötőjel red, az bizony lehet, hogy a redet kisbetűvel írom. Miért? Mert hát nyilván elüti az ember, elüthetünk, berakhatunk space-eket. Oké, tehát megadjuk a GTK téma nevét, nyilvánvalóan az ikon nevét is ugyanígy tudod megadni. Mivel ezt én most nem akarom változtatni, ahhoz nem fogok nyúlni. Jelenleg úgy gondolom, hogy ennek az ikon készlete jó. Általában jó szokott lenni. Akkor érdemes változtatni, hogyha a téma nagyon szép, a színezés kellemes, de esetlegesen nem jól látod, vagy nem azt az ikon készletet látod, amit te szeretnél, akkor nyilvánvalóan megadhatod. Pontosan így működik, csak az ikon könyvtárba kell keresni, oda kell berakosgatni, oda kell installálni. Oké, nem kell semmi más csinálni, nincs olyan, hogy elfogad, automatikusan beírja a változókat, az értékeket a saját agyába, becsukjuk. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy valamelyik Flatpak csomag az szépen fölvegye az új értékeket, ahhoz be kell csukni, hát akkor becsuktuk, és akkor újraindítjuk, tehát flat, shell, elindult, és látjátok, sötét téma, piros kiemelés. Nyilván mindenki észleli azt a helyzetet, hogy én pirosat állítottam be. Én úgy szoktam, de ez az én saját dolgom, hogy mondjuk az Inkscape-be az én általam használt kedvenc
kékes kiemelések, kékes jelzések. Tehát ez a kék piros, amit kiemelt dolog, tehát nem a háttérkék, hanem az ilyen szürke, ezt szeretem, azt használom. Miért? Mert az egy olyan program, amivel valamit szerkeszek, szuper. Dolgozok vele, szuper. De amivel valami rendszer szintű, vagy program szintű beállításokat teszek, az piros, lássuk. Érzékeljük azt, hogy egy változó, egy olyan dolgot állogató akármi programot használok, ami, bocsi, de jól elcseszheti a rendszeremet, kinézetemet, egyebemet. Nem nyúlunk természetesen ahhoz, amit nem értünk, beírunk 2 darab sort a 2 darab könyvtárat, meg 2 darab, én egyet írtam be, a témát, illetve az ikonkészlet nevét megadjuk. Ennyi volt az egész. Oké, köszi szépen, sziasztok!